A 72. Zsoltár, a Salamoni király Zsoltár első négy versét idézem mai reggelünkön. Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Tegnap arról beszéltem, de talán már jó néhányszor az elmúlt hónap során, hogy milyen jó dolog lenne a földünkön, ha országunkon belül is, legalább részlegesen, legalább felvidításul. Uralkodnék az igazságosság, mert ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság, mondja Pláton az államcímű művében, és ami jó közérzetünknek is az vett alapot, nem az, hogy most drágulás van, vagy infláció, és az milyen szomorú, hanem ami jókedvünknek is az vetne alapot, ha igazságot látnánk, igazságosságot tapasztalnánk. Nem porhintésül odadobott igazságokat kellene nyeldekelnünk, hanem valódi igazságokat tapasztalatnánk, Nem mű igazságokat, nem az ablakba helyezett virágcserepek igazságát, hanem mély belső igazságot, amikor az emberek szíve betelik igazságossággal, amikor az emberek másoknak ugyanazt kívánják adni, amit maguknak is kívánnak elnyerni. Mennyire messze és messze sodródunk ettől, és ezért fontos a sok-sok Zsoltár, tehát a vezető embereknek szóló imádságok közül, Salamonnak két zsoltára van a 150 részből álló leghatalmasabb bibliai könyben a zsoltáró könyvében, de ezért fontos a 72. zsoltárnak a szemrevételezése, olvasás, hogy Isten a te ítéleteidet add a királynak, add a főembereknek, add a vezető politikusoknak, a te igazságodat a király fiának és a családtagjaiknak, hogy, hogy legyenek példamutatók, mert mindig fejétől bűzik a hal, de jó lenne, ha jó példák áradnának szét. Van egy-kettő, de sajnos nagyon kevés ahhoz, hogy az emberek tömegeivel el lehetne fogadtatni azt, hogy a világot azért az emberek igazságban szeretnék kormányozni. Ma a tömegek meggyőződése, hogy csak haszonlesés és harácsolás az, az országok vezetése, csak meggazdagodásra való ok és egyéb más nemtelen emberi cselekedetekre való alkalommal valaki a közügyekhez közel kerül, és sokat emlegeti ez a Zsoltár a szegényeket haditéja a te szegényeidet méltányossággal, legyen bírája a nép szegényeinek, és segítsen a szűkölködőnek fiain. Igen, mert az államvezetés egyfajta kiegyenlítés, amit az élet, hogy szokták mondani, a sors olyan nagy különbségeket vet ember és ember közé, az egy bölcs államvezetés kiegyenlíti, persze ne úgy, hogy elkapassa, munkanélküli útra terelje a szegényeket, hanem az elnyomást vegy el a szegények feje felül, mert hiszen szegénynek lehet úgy is lenni, ha valaki lusta, úgy, úgy is lehet szegény valaki, ha élhetetlen, de leginkább a mi világunkban az elnyomás okozza a szegénységet, és ezért fejeződik be így a ma felolvasott részünk, hogy törje össze az erőszakoskodót, ahelyett, hogy az erőszakoskodót pártolná, sőt pénzelni, sőt szövetségbe lenne vele, hiszen ma ezt látjuk a világon mindenütt, hogy a hatalmi erők és az erőszakoskodók döbbenetes összefonódása, mint a tüskebokor összefonódása, mondja Mikás könyve 7. fejezete, bár csak lennének olyan vezetők, hát ha nem az országok élén, de legalább a települések élén nem lehetne ilyeneket megválasztani. Ha nem a települések élén, akkor a családokban, vagy ha ott se, akkor a keresztény közösségekben nem az igazán lelki embereket, a rátermetteket kellene megválasztani. Imádkozzunk ezért, és törekedjünk erre mai napunk során is.